Jó napot kívánok, Madaras Ildikó vagyok. A mai tevékenységünk egy ismétlő óra, amelyben az egyszerű, illetve az összetett anyagokról tanultakat fogjuk átismételni. Tehát, kedves nyolcadikosok, és nem csak, a következő tartalmakról lesz szó. Kémiai anyagokat fogjuk csoportosítani, egyszerű anyagokról, összetett anyagokról, ezen belül oxidokról, bázisokról, savakról, sókról lesz szó, majd röviden a pH-ról, végül pedig a molt, az Avogadro számot fogjuk meghatározni, és molekulatömeget fogunk számolni. Csoportosítsuk a kémiai anyagokat. A kémiai anyagoknak két nagy csoportját különböztetjük meg, egyszerű anyagokat és összetett anyagokat. Az egyszerű anyagok lehetnek fémek, félfémek, nem fémek. Az összetett anyagok keverékek és vegyületek. A keverékekről már a múltorai tevékenységekbe beszéltetek, most az oxidokról, bázisokról, savakról, illetve sokról fogunk részletesebben beszélni. Mit tudunk az egyszerű anyagokról? Az egyszerű anyagokat elemeknek nevezzük. Kémiai reakcióval nem bonthattuk más anyagokra. Amint az előbb említettem, lehetnek fémek, nem fémek, illetve félfémek. Nézzük meg egy kicsit a periódusos rendszerben, hogy hol is helyezkednek el ezek az elemek. A fémek az 1-től a 12-ig terjedő csoportokban helyezkednek el, a nem fémek főleg a 17. és 18. csoportban, de mint a fémek és mint a nem fémek is találhatók a 13, 14, 15, illetve a 16. csoportban is. A félfémek pedig a fémek és a nem fémek határfelületén helyezkednek el. Azt kell tudni róluk, hogy fémes megjelenésűek, de a tulajdonságaik fémekre és nem fémekre is jellemzőek. Az összetett anyagoknak a legfontosabb jellemzőik a következők. Kémiai reakciókkal egyszerű anyagokra bonthatók, összetételük állandó és anyagra jellemző. Az alkotó részek nem tartják meg eredeti tulajdonságaikat. Most pedig összegezni fogjuk a legfontosabb összetett anyagcsoportokat, a következőképpen járunk el. Mindenik esetben meghatározzuk ezeket, felírjuk az általános képletet, osztályozzuk, majd közösen megnevezzük ezeket, végül pedig egy-két gyakorlati alkalmazást fogunk megemlíteni. Az oxidokkal kezdjük, amelyek oxigénnek fémekkel vagy nem fémekkel alkotott binér vegyületei. Mit jelent az, hogy binér? Kettő, bi. Általános képletük E2ON, ahol N az E elem vegyértéke, amely lehet fém vagy nem fém, ahogy az előbb említette. Az oxidokat két nagy csoportra osztályozzuk, fémoxidokra és nem fémoxidokra. Olvasni fogom a fémoxidok képletét, majd közösen megfogalmazunk egy megnevezési szabályt. Nátrium-2O. Nátrium oxid, magnézium O, magnézium oxid, vas O, vas, kerekzárójelben római 2-es, oxid, vas 2, oxigén 3, vas, kerekzárójelben római 3, oxid. Látjátok, hogy nem említem, nem pontosítom sem a fémek számát, sem az oxigénatomok számát. Akkor a megnevezési szabály, velem együtt próbáljátok megfogalmazni, a fém nevéhez az oxid szót illesztjük. Figyeljétek meg a vas 2 oxid és a vas 3 oxid közötti különbséget. Ha a fémnek több vegyértéke van, a fém vegyértékét neve után zárójelbe írjuk. Olvasom a nem fém oxidokat. CO, szén monoxid. SO2. Kén dioxid, SO3, kén trioxid, P2O5, foszfor pentaoxid. Mit figyelhetünk meg? Megjelölöm az oxigénatomok számát. Tehát a megnevezési szabály egy kicsit alakul.
A nem fém nevéhez hozzáteszem az oxigén atomok számát jelző előtagot, mono, di, tri, penta, hepta, és ezt követi csak az oxid szó. Az oxidok gyakorlati felhasználásában két, illetve három példát hoztam, a széndioxid, leggyakrabbi felhasználása tűzoltó palackokban és szénsavas italokban fordul elő. Az alumíniumoxid a korun nevű ásványban fordul elő, amelyet féldrága kövekben találunk. Ez a szép kék kő, ez a zafír, amely korundot, valamint vas és titán szennyeződéseket tartalmaz. A szép piros kő pedig rubin, amely korundot, valamint króm szennyeződést tartalmaz. A szilícium-dioxid leggyakoribb ásványa a kvarc, amely a homokban fordul elő. Üveggyártásra használják. A következő összetett anyagcsoportunk a bázisok. Fémből és egy vagy több hidroxi OH csoportból álló összetett anyagok. Az OH csoportnak a vegyértéke 1, ezt tudjátok már. Az általános képletük M zárójelbe OH N-szel, ahol M a fématom, N pedig a fém vegyértéke. Ugye az OH csoportnak az egyes vegyértékét nem kell kiírja. A bázisok megnevezése nagyon egyszerű. A fém nevéhez a hidroxid szót illesztjük. Olvasom a példákat. Nátrium OH, nátrium hidroxid. Kálcium zárójelbe OH kétszer, kálcium hidroxid. Alumínium kerek zárójelbe OH, 3 alumínium hidroxid. Látjátok? Nem jelölöm meg a hidroxil csoportok számát. Az oxidokhoz hasonlóan a több vegyértékű rendelkező fémek esetében feltüntetjük római számmal a fém vegyértékét is. Például vas kerekzárójelbe OH kétszer, vas kerekzárójelbe római számmal 2 hidroxid, illetve vas kerekzárójelbe OH zárójel után 3-as, vas 3 hidroxid. Ezek nem csak képletükben, hanem fizikai tulajdonságukban is különböznek. Nézzétek meg, ez a szép vöröses piros, az a 3 vegyértékű vas hidroxid. A bázisok felhasználási területében a szappanok előállítását mondanám, nátriumhidroxid, káliumhidroxidot használnak, a káliumhidroxidot a folyékony szappanok előállítására alkalmazzák. A kálciumhidroxid pedig a fák törzsének meszelésekor használjuk. A következő összetett anyagcsoport a savak csoportja, ezekről egy kicsit bővebben fogunk beszélni. A savak olyan vegyületek, amelyek egy vagy több hidrogén atomot és egy savgyököt tartalmaznak. Az általános képletük HNA, ahol A a savgyök, N pedig a savgyök vegyértéke. Újból a hidrogén atomnak tudjuk, hogy a vegyértéke 1, amit nem kell kiírni. A következő táblázatom a legfontosabb savak képletét és megnevezését, illetve a savakból származtatható savgyökök képletét és megnevezését tartalmazza. Mik a savgyökök? A savgyököket a savakból kapjuk úgy, hogy egy vagy több hidrogén atomot eltávolítunk a sav képletéből. A savgyök vegyértéke egyenlő az eltávolított hidrogén atomok számával. Ezt fogjuk a következőkben alkalmazni. Olvasom az első sav képletét. HCl hidrogén klorid. Ha eltávolítok egy hidrogén atomot, akkor a kapott savgyök klorid, ez a neve, az a kicsi vonalka azt jelöli, hogy ott valamihez kapcsolódik, egy szabad vegyértéke van. Mennyi a savgyök vegyértéke? Egyenlő az eltávolított hidrogén atomok számával, vagyis 1-jel.
HNO3. A neve salétromsav. Ha eltávolítok egy hidrogénatomot, megkapom a savgyököt, amelynek képlete NO3, neve nitrát. Egy hidrogénatomot távolítottam el, tehát vegyértéke 1. HNO2, salétromos sav. Eltávolítok egy hidrogént, megkapom a savgyököt, NO2, neve nitrit, vegyértéke 1, mivel egy hidrogénatomot távolítottam el. H2SO4, kénsav. Maximum 2 hidrogénatomot távolíthatok el, az így nyert savgyök képlete SO4, neve szulfát, vegyértéke, most már tudjátok, 2 egyenlő az eltávolított hidrogénatomok számával. H2SO3, kénes sav. Elveszem a 2 hidrogénatomot, a kapott savgyök képlete SO3, a neve szulfit, vegyértéke egyenlő az eltávolított hidrogénatomok számával, vagyis 2. H2S. Hidrogén szulfid vagy kénhidrogén. Elveszem a 2 hidrogénatomot, megkapom a savgyököt, S, neve szulfid, vegyértéke egyenlő az elvett 2 hidrogénatom számával, vagyis 2-vel. H2CO3, ezt biztos ismeritek, a neve szénsav, ha elveszem a 2 hidrogénatomot, megkapom a savgyököt, CO3, neve karbonát, vegyértéke egyenlő az elvett 2 hidrogénatom számával, 2-vel. H3PO4, az utolsó, foszforsav a neve, ha eltávolítom mind három hidrogénatomot, a PO4, a foszfát gyököt kapom, amelynek vegyértéke egyenlő 3-mal, vagyis az eltávolított hidrogénatomok számával. A savakat több szempontból osztályozok. Mi most csak összetételük alapján fogjuk ezeket osztályozni, hidrosavakra és oxosavakra. A hidrosavak, mint láttátok, csak hidrogénatomból és nem fémből állnak. Például a hidrogén fluorid, a hidrogén klorid. Akkor most fogalmazzuk meg közösen a megnevezésére vonatkozó szabályt. A hidrogén szót a nem fém neve és az id végződés követi. Az oxosavak a hidrogén atom mellett és a nem fém atom mellett oxigén atomokat tartalmaznak. A megnevezésben különbséget észleltünk. Kénsav, kénes sav. Ez a megnevezésbeli különbség a nem fém vegyértékéből adódik. Ha a nem fém nagyobb vegyértékkel szerepel a sav képletében, akkor a nem fém nevét a sav szó követi. Kénsav. Ha a nem fém kisebb vegyértékkel szerepel, akkor a nem fém neve és a sav szó közé az es vagy az os rag ékelődik be. Kénes sav. A savak gyakorlati felhasználása ban a következőket említeném meg, a kénsav az akkumulátorokban található, a sósav pedig a gyomorsavban. Az előbb többször mondtam azt, hogy hidrogénklorid, de ugyanakkor ezt a képletet használom a sósavra is. Mi a kettő közötti különbség? Erre szeretném a figyelmet felhívni. A hidrogénklorid egy színtelen, szúros szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. A vízben nagyon jól oldódik. A hidrogénklorid vizes oldata a sósav. Az utolsó összetett anyagcsoport, amelyről beszélni fogunk, a sók. A sók fémből és savgyökből álló összetett vegyületek. Az előbb megismerkedtünk a savgyökökkel, így már könnyen felírjuk az általános képletet. A fématomot ugye M-mel jelöljük, a savgyököt pedig A-val. M lesz a fématom vegyértéke, N a savgyök vegyértéke, így a képlet MN, AM.
A sókat a következőképpen osztályozzuk. A sók lehetnek semleges sók, illetve savanyú sók. A semleges sók azok a sók, amelyek képletét a megfelelő sav összes hidrogén atomjának fémmel való helyettesítésével nyerjük. Például nátrium-2-CO3, nátrium-karbonát. A savgyők a karbonát, ugye a szénsavból nyerem, eltávolítottam a két hidrogén atomot, megkaptam a két vegyértékű karbonát gyököt. Ezért kerül két egyértékű nátrium atom a képletben, nátrium-2-CO3. A nátriumklorid képlete nátriumklór, a kloridgyököt a hidrogénkloridból kaptam, egy hidrogén eltávolításával vegyértéke egy, ezért lesz a képlet nátriumklorid. A megnevezési szabály egyszerű, a fém nevét a savgyök neve követi. A savanyú sók azok a sók, amelyek képletét a megfelelő savból a hidrogénatomok részleges helyettesítésével nyerjük. Például nátrium-hidrogén-karbonát. Ebben az esetben csak egy hidrogénatomot helyettesítettem a szénsavból. Magnézium-hidrogén-szulfát. Ebben az esetben is a kénsav molekulából egyetlen egy hidrogénatomot helyettesítettem, így lesz a hidrogénszulfát gyök vegyértéke 1, és kerül zárójelbe, és a zárójel után a 2-es, mivel a magnézium vegyértéke 2. A megnevezési szabály a fém nevét, mint látjátok, a hidrogén szó követi, majd a savgyök neve. A sókkal közül a nátriumkloridot, a konyhasót az élelmiszeriparban, bőrdíszműiparban használjuk, a kalciumszulfátot a gyógyászatban, ugye a gipszkészítésben, illetve szobrok készítésében. A kalciumkarbonát a mészkő, krétagyártás és mészkő szobor készítésre használható. Mivel savakról és bázisokról beszéltünk, ezért a lúgos kémhatásról is kell egy pár szót ejtsünk. Ugye a pH egy oldat kémiai jellegére utal, az oldat lehet savas vagy bázikus lúgos kémhatású. Ha a pH értéke kisebb, mint 7, az oldat savas jellegű, ha 7, semleges, ha nagyobb, mint 7, bázikus jellegű. Itt egy ábrát hoztam nektek, ahol megnézhetitek. 7-es például a tiszta víz, 1-es pH-jú savas a gyomorsav, illetve 14-es lúgos a lefolyó tisztító. Egy oldat savas vagy lúgos jellegét indikátorok segítségével határozzuk meg. Leggyakrabban használt indikátor a fenolftalein, illetve a lakmusz. Ki szeretném emelni, hogy az indikátor színe változik meg, nem a sav, illetve a bázikus oldat színe. A fenolftalein semleges közegben színtelen, savas közegben sem változik meg a színe, bázikusban lilásvörös. A lakmusz semleges közegben ibolya, bázikusban kék és savas közegben vörös. Egy kísérletet fogunk megnézni. Kísérletünkben az oldatok savas, illetve bázikus jellegét vizsgáljuk indikátorok segítségével. Savas oldatként ecetsav oldatot használok, bázikus oldatnék pedig nátrium-hidroxid oldatot. Azt veszük észre, hogy mindkét oldat színtelen, indikátorként fenolftalein oldatot használok, lakmusz oldatot, illetve vörös káposzta indikátort. A vörös káposzta indikátora következőképpen készül. Megreszeljük a vörös káposztát, felfőzzük, leszűrjük és lehűtjük. Először az ecetsav oldatba fogok fenolftaleint csepegtetni. Figyeljük meg azt, hogy tapasztalunk színváltozást, vagy nem. Egy kicsit megrázom, és azt vettük észre, hogy az oldat színe nem változott meg. Utána az ecetsav oldatba lakmuszt fogok csepegtetni. És azt tapasztalom, hogy az oldat piros színűre vált. Végül is pedig a vörös káposzta indikátort fogom az ecetsav oldatba csepegtetni, és már látom, hogy egy kicsit megpirul,
még teszek egy kicsit, és azt tapasztalom, hogy ebben az esetben is piros színű lesz az oldat. Utána pedig a nátrium-hidroxid oldattal fogok dolgozni, és pedig a nátrium-hidroxid oldatba csepegtetek először fenolftaleint, és azt látom, hogy az oldat egy úgynevezett kármin vörösbe csap át, utána pedig lakmuszt, nézzétek meg a színváltozást, és végül is pedig vörös káposzta indikátort. Hasonlítsuk össze az oldatok színét a vörös káposzta indikátorral, a lakmusz oldattal, illetve a fenolftaleinnel. A pH-nak a pontos meghatározására, tudjátok, hogy én univerzális indikátorpapírt használunk, én már belemártottam előre az univerzális indikátorpapírt az ecetsav oldatba, illetve a nátriumhidroxid oldatba. A pH pontos meghatározására a színskálát nézem meg. Itt szándékosan állította meg a filmecskét, a ti feladatotok lesz otthon pontosan meghatározni a vizsgált két oldat pH-ját. Röviden a mol fogalmát fogom most összefoglalni. A mol a nemzetközi mértékegység rendszerben az anyagmennyiség mértékegysége, az Avogadro számnak megfelelő számú részecskét tartalmaz. Értéke 6,022 szorozva 10 a 23-on. A jele a nü, mértékegysége a mol. Nem fogunk molt számolni, a molekula tömeget fogjuk segítségével meghatározni. A moláris tömeg az egy molnyi anyag tömege, számszerűleg egyenlő az anyag molekula tömegével, és Na részecskét tartalmaz. Jele a nagy M vagy a mű, mértékegysége a gram per mol. Kiszámítása az alkotó atomok számából és az atomtömegekből keletkezett szorzatok segítségével számoljuk ki. Végül oldjunk meg két egyszerű feladatot. Az első feladat, számoljátok ki a kénsav molekula tömegét. A következő algoritmust követjük. Felírjuk a vegyület képletét, H2SO4. Utána a periódusos rendszerből kikeressük és leegyezzük az alkotó elemek relatív atomtömegeit. A hidrogéni 1, a kéni 32, az oxigéni pedig 16. Végül összeszorozzuk az alkotó atomok számát a megfelelő atomtömegekkel, és összeadjuk a kapott szorzatok eredményeit. Ugye két hidrogénatomom van, kétszer a hidrogénatom tömege, vagyis kétszer egy, egy kénatomom van, egyszer 32, négy oxigénem, négyszer 16, az eredmény 98 g per mol. Utolsó feladatunkban pedig az alumínium-karbonát molekula tömegét számoljuk. Leírjuk a képletet, kikeressük a relatív atomtömegeket. Harmadik lépésben szorozd meg az alkotó atomok számát a megfelelő atomtömegekkel, és add össze a kapott szorzatuk eredményeit. Ugye két alumínium atomom van, kétszer az alumínium atom tömege, kettőszorozva 27-tel. A zárójelen kívüli számmal minden tagot megszorzunk, ami a zárójelben van. 3 szénatom, 3x12, 3x3, 9 oxigénatom, 9-szorozva 16-tal, az eredmény 234 g per mol. Remélem, az összefoglalt ismeretekre bármikor rá tudtok keresni, és célzottan fogjátok alkalmazni a következőkben a feladat megoldásban. Sok sikert!